Aroma, a Református Cigány Misszió podcastje. Beszélgetések cigányságról, kereszténységről, emberekről. Áldás békesség, szeretettel köszöntöm az Aroma Podcast mai hallgatóit. Penasztolyka Szabina vagyok, az Országos Református Cigány Misszió vezetője, és ma dr. Molnár Katalinnal beszélgetek, aki tanár, egyetemi docens, már 32 éve, először még a rendőrtiszti főiskolán, majd most a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, és ő a Roma Police Café egyik alapítója. Katalin, köszöntelek az Aroma Podcastben. Kérlek, mutatkozz be a hallgatóinknak. Én is köszöntelek téged, és köszönöm a meghívást, és a kedves hallgatókat is üdvözlöm. Köszönöm a bemutatkozást, vagy bemutatást. Én magamról még talán annyit mondanék, hogy tanárnő, az odáig rendben van, és hogy hol tanít, ugye abból azért adódik, hogy rendőröket, de nem csak rendőröket, hanem mindenféle olyan szakembert, aki rendészeti feladatköröket lát el. És azért szeretem, mert nagyon nagy kihívást jelent, hogy olyasmire tanítsa az ember a rendészettel foglalkozó szakembereket, ami első hallásra, látásra nagyon távol áll tőlük, tudnék jól bánni az emberekkel, és hát ugye problémás emberekkel. Tehát azért nem olyan valakik fordulnak hozzájuk, akik rendben vannak, békességesek, jól érzik magukat, hanem olyanok, akik bajban vannak, vagy akik bajba sodornak másokat. Szóval ez egy nagyon-nagyon nemes feladat. Köszönjük, hogy ezt a munkát, igazából ez egy nagyon nagy társadalmi felelősség is, hogy ezt így vállalod, és nem tudom, hogy a hallgatók tudják-e, hogy említetted, hogy nem csak rendőröket, hanem más szakterületen is, akik a rendészetben dolgoznak, hogy tudnál említeni egy-két ilyen foglalkozást, még mert lehet nem tudják a hallgatók, hogy nekem sem jutott rögtön semmi eszembe. Persze, ugye a rendőrtiszti főiskola neve is elég elfogult volt, de hát ez azért is van, mert azért a legnagyobb számban mégiscsak rendőrhallgatóink vannak. De mi képezzük a katasztrófavédelmi szakembereket, a vám és pénzügyőröket, pénzügyi nyomozókat, a büntetés-végrehajtási szakembereket, határrendészeket, és hát jó pár éve most már van magánbiztonsági szakirányunk is, illetve hát migrációval foglalkozók, szóval tényleg a teljes spektrum. Tehát nagyon széles már maga, akiket oktat, és aztán még nagyobb, még szélesebb az a kör, akikkel majd ők fognak találkozni. És hát tudjuk azt, hogy ezekben a találkozásokban, akár majd erre is kíváncsi leszek, hogy a hallgatóid között hány roma származású hallgatóval találkoztál már, de az első kérdésem az, hogy ők találkoznak a mindennapi munkájuk alatt romákkal, cigány közösségekkel, és tudom, hogy ahogy így ismerkedtünk, hogy a kommunikáció az egy olyan téma, ami ebben a velük való foglalkozásban és az ő tanításukban fontos, hogy így amikor a kommunikációt tanítod a rendőröknek és az imént felsorolt szakembereknek, akkor mi talán az a legfontosabb, amit át szeretnél nekik adni? Ha megengeded, azért én reagálnék röviden arra a rövid kérdésedre, későbbre teszünk, de azt szoktam tapasztalni, amit elteszünk későbbre, arra nem térünk vissza. Nekem nem fontos az, hogy kinek milyen az identitása, milyen származásúnak vallja magát. Van, amikor ez szóba kerül, van, aki ezt mondjuk, hogy büszkén felvállalja, van, aki nem csinál belőle semmilyen kérdést, és engem személy szerint nem érdekel, de hogyha olyan a szituáció, hogy ez valamilyen szempontból fontossá válik, akkor viszont nagyon jó, hogyha a tanteremben tud olyan kollega lenni, akivel erről lehet beszélgetni. Van, amikor nagyon egyértelműen igen a válasz, tehát hogy saját maga az érintett ezt fontosnak tartja. Hát hadd említsem a Kovács Ricsit, tehát ő ezt ugye nagyon-nagyon büszkén vallja, és akkor ez egy nagyon jó beszédtéma a hallgatók között. De egyébként sokan voltak, hát sok, mi számít soknak, mondjuk én ilyen 10-12-t tudnék az elmúlt 26 év alatt mondani, 32 éve nem tanítok, de nem mindegy is. Úgyhogy erre röviden ez a válaszom. A másik kérdésed, hogy ugye kommunikáció az van most itt a fókuszban, és a Roma Police Café kapcsán valóban az a lényeg, hogy párbeszédet folytassunk, de én emellett először etikát kezdtem tanítani, rendészeti etikát, aminek hát nagyon vastag témája és nagyon nehéz témája a sztereotípiák, előítéletek, és ez abból fakadó mindenféle rossz
cselekedetek. És emellett még vezetést. Tehát, hogy a vezetők hogyan bánjanak a kollégáikkal. És akkor itt két felé is lehet bontani a témát, és nyilván mi most a társadalmi kapcsolatok felé fogunk majd evezni, de hogy az is nagyon fontos, hogy egy szervezeten belül hogyan bánnak a munkáltatók, vagy a vezetők a beosztottakkal, vagy egymással a kollégák, és mondjuk például, hogy roma származású, vagy bármilyen más, nem többségi származású kollégát, hogy fogadnak. És hát azért etéren is tudnak lenni nehézségek, hogy finoman fogalmazzak. Tehát tulajdonképpen ez a három nagy témakör, vagy tantárgy, ha tetszik, még több altantárgyra is tudnám mondani, ez nagyon-nagyon mélyen összefügg egymással. És az utolsó kérdésed, hogy mi az a legfontosabb üzenet, amit át szeretnénk adni bármilyen ilyen jellegű tantárgy kapcsán, hát az, hogy bánj jól embertársaddal. Ennyire egyszerűen tudom összefoglalni. Ismerd magad, tudd, hogy ki vagy. Ebbe azt is beleértem, hogy tudd, hogy alkalmas vagy-e olyan munkára, ahol emberi problémákkal, sorsokkal, drámákkal, tragédiákkal találkozol, és befolyásod van arra, hogy a másik embernek a sorsa merre megy tovább. Mert hogy a rendőr, vagy a rendészeti szakember ezt csinálja. Hogy ennek a felelősségével legyél tisztában, tudd a helyedet, a szerepedet, a te hozzáállásodat ehhez az egészhez, és hogyha ezekre mind az a válaszod, hogy igen, jó helyen vagyok, ne adj Isten, adja Isten, szereted csinálni, vagy szeretem csinálni amit, akkor onnantól lehet elkezdeni megtanulni a szakmai fogásokat, aminek a lehet legnagyobb része szerintem kommunikációs tudás. Tehát így tudnám összefoglalni azt, hogy miért tettem én tulajdonképpen nagyon jó lóra annak idején, amikor ezt a mesterséget választottam. Ahogy hallgattalak, az jutott eszembe, hogy ez hát nem csak rendőrtiszti képzésen résztvevőknek fontos, hanem akár nekünk lelkészeknek, lelkipásztoroknak is, hiszen az, amit megfogalmaztál, az például nekem nagyon-nagyon biblikus, hogy mit jelent jól bánni az embertársunkkal, és a másik, hogy tudni, hogy mi a helyünkön vagyunk, és mi ebben a felelősségünk. Én akár át tudom képzelni, hogy akár egy lelkész továbbképzésen is tarthatnál nekünk képzést, hiszen ez nagyon fontos, és ugyanúgy mi is emberi életekkel foglalkozunk, lehet egy másik oldalról természetesen, de ebben is megjelenik aztán nagyon sokszor akár az együttműködés a hatóságokkal is egy lelkipásztor életében. Én is azt mondanám, hogy minden segítő szakmában ez volna a legfontosabb. Igen. Hozzávalója a jó szakembernek, hogy tudja a helyét, szerepét, és azt megtanulja jól betölteni, majdnem azt mondtam, hogy játszani, de az most itt nem jó szó. Ugyanígy mondanám az egészségügyet, vagy a pedagógiát. Igen. Tehát alkalmassági vizsgálat nélkül én nem engednék senkit tanítani, műteni, nem tudom én, esketni, vagy szóval bármelyiket mondom, mert hogy mindenhol az ember a lényeg, és az ő olyan élethelyzete, amelyben valamilyen szempontból kiszolgáltatott. Mert hogy ezeknek a szakmáknak ez a lényege. Ha beteg vagyok, ha nem tudok valamit éppen, és meg akarom tanulni, akkor azért, ha bajba jutok, bántanak, akkor azért, ha bánatom van, vagy éppen örömöm, akkor azért. Tehát, hogy olyan embertársamhoz fordulok, aki elvileg ki van képezve, vagy fel van készítve arra, hogy ebben a bajban nekem segítsen. Szerintem ez egy nagyon közös nevező. Most említed ezt az intézményrendszert, hogy ugye a konkrét emberek konkrét problémái kapcsán nagyon sokféle segítő társaság összetalálkozik, és hogyha ők például egymással nem tudnak mit kezdeni, mert egyébként más világ mindegyik a maga szubkultúrájával, akkor hogy tudnának segíteni azon, aki hozzájuk fordul? Tehát, hogy az első az volna, hogy a szakmán belüli, a szakmákon, az adott szakmákon belüli, amit az előbb mondtam, a szakmák közötti párbeszéd, és akkor talán utána tudnánk végre az ügyféllel is foglalkozni. Igen, és ebben, pont ebben említetted a kommunikáció fontosságát, hogy ez mennyire abban jelenik meg, természetesen sok minden másban is, de hogy azért ez a legerősebb, és egy picit hátrébb lépünk. Az lenne a kérdésem, hogy tudnád megfogalmazni, vagy így egy kicsit a hallgatókat is gondolkodásra hívni, hogy a romákról való kommunikációnak mi a célja, vagy mi lehet a célja, de mi a ennek a fajta kommunikációnak a hatása a társadalomban. Tehát ismétlem az, amikor a romákról kommunikálunk, a cigányokról, ezt lehetik akár cigányok is, de nagyon sokszor inkább a többségi társadalom.
Nagyon jó a kérdésfeltevés abból a szempontból, hogy rögtön alkalmat ad arra, hogy a nyelvész oldalamat előhozzam, aki ugye a nyelvész mit csinál? Nyelvvel, szavakkal, fogalmakkal, jelentésekkel, a leíró nyelvész pedig, amilyen én vagyok, ragokkal, toldalékokkal bíbelődik. És én nem szeretek a cigányokról beszélgetni. Nem szeretem, hogy mindig róluk beszélgetünk. Mondjuk mi, nem cigányok, vagy bárki más. Én azt szeretem, hogy velük beszélgessünk. És közösen arról, hogy egyébként hogy csináljuk hétköznapi dolgainkat, vagy hogy kéne csinálnunk. És szerintem a problémák itt kezdődnek. És amikor én ezt a Roma Police Cafét többet magammal megálmodtam, akkor pontosan ez volt a cél. Mert olyan már sok volt, és sok van, és lesz is még, hogy valakikről beszélünk, de nélkülük, és nekem ebből nagyon elegem van. Én azt szeretném, hogyha valami adódik, legyen az egy öröm, legyen az egy jó történet, legyen egy probléma, hogy akkor azok, akik érintettek ebben, tudnának erről beszélgetni egymással. Tehát valvel, és nem rollről. Köszönöm, és én is ebben nagyon egyetértek, és a cigány misszió szolgálatban is ez az egyik fő is nagyon fontos, de nagyon nehéz elképzelni nekem, hogy egy ilyen Roma Police Cafén ott akkor a rendőrök, akár cigány vagy nem cigány rendőrök ott romákkal, cigányokkal beszélgetnek. Hogy kell ezt elképzelni? Mesélj nekem, a hallgatóknak egy kicsit a Roma Police Caféről, annak az elindulásáról. Hogy néz ki? Hogy kell elképzelnünk egy kicsit ilyen alkalmat? Kicsit visszaélek a nagyon rövid ismeretségünk alatt elhangzott néhány információval, mert hogy ugye az, hogy amíg az ember nem vesz részt egy ilyen Police Caféban, addig valóban azt mondja, hogy nem tudja elképzelni. De hogy szerencsére van itt a környékeden olyan, aki volt ilyenben, igen, és nyilván mesélt róla, és nyilván ő se tudta elképzelni, amikor odament, és ezzel a legtöbb ember így volt, aki hallotta a hírét, meg megkapta feladatba, hogy rendezzen Roma Cafét, és legyen ott témagazda, vagy moderátor, vagy bármi, vagy szervező. És azért nem tudjuk elképzelni, mert nem szoktuk csinálni. Ugye, és minden új és idegen dolog az ilyen fenntartásokkal van fogadva, hogy mi lesz ebből. Egészen addig, amíg el nem kezdünk beszélgetni. És mivel a kafé műfaja az egy kifejezetten olyan berendezés, olyan vendéglátás, szerény vendéglátást teszem hozzá, olyan környezet, olyan folyamatok, olyan tartalmi elemek, koreográfia, amelyek mindegyike ezt a szemmagasságban ülve komótos ideig, meghatározott témákban, moderálással, mederben tartva biztosítja a párbeszédet, innentől kezdve egy pillanat, és elkezdenek az emberek valóban beszélgetni. Tehát nem tud más csinálni, és ne kényszerként képzelje senki, aki még nem látott vagy hallott erről, hanem egyszerűen a folyamatban, hogy emberek leülnek, minőségi időt töltenek együtt, ezek 4 órások ezek a megbeszélések, még egy kicsit el is szoktak húzódni, mert nem nagyon rohannak el onnan az emberek, mert jól érzik magukat, hogy egyszerűen azt a minőségi időt megélik, és elhelyezkednek benne, és jól érzik magukat benne. Na és mihelyt ez megvan, onnantól kezdve, megtörnek azok a rossz szokások, vagy azok a sztereotípiák bomlanak le, lehet érzékelni, lehet látni, ahogy derülnek fel az arcok, ahogy nyílnak ki a szemek, ahogy elkezdenek gesztikulálni, ahogy rajzolnak, ahogy vitatkoznak. Tehát ne gondolja senki, hogy ez egy ilyen vita nélküli. Konfliktusok nem nagyon szoktak lenni, előfordult olyan is, azt se tagadjuk le, de azért vannak a felkészített, szakmailag nagyon tapasztalt, jó kommunikációs készséggel rendelkező témagazdák, és az egésznek a moderátora is, hogyha netán valami félreértés, nézeteltérés felütné a fejét, akkor már is tud beleavatkozni, és megy tovább a folyamat. Tehát így kell elképzelni egy ilyen kávéházat, a kávéháznak minden finomságával, és komoly munka zajlik, komoly beszélgetés. Tehát, hogyha én is majd, és reméljük nem csak a kollégáim, akik voltak már ilyen alkalman, én is egyszer elmegyek egy ilyen alkalomra, akkor azt úgy tudom elképzelni, hogy ilyen asztaloknál, több asztalnál ülnek emberek, mint a kávézóban beszélgetnek, de minden asztalnál azért van egy témavezető, témagazda, hogy
említetted, és akkor ez azt jelenti, hogy minden asztalnál más téma van, és ezeket előre kitaláljátok, vagy mindenhol ugyanazok, vagy tudnál említeni egy-két ilyen témát, amikörül beszélgetnek? Persze. Az egyik jó hírem, hogy minden ilyen kaféban a rendezők büszkeségére, és hát Café Kata, mert ez a becenevem ebben a műfajban, kívánságára, vagy óhajára, Jámbor óhajára készülnek fényképek, és ezekből nagyon sok megtalálható a policecafé.hu oldalon. Hogy aki érdeklődik, az ránézhet ezekre a hangulatképekre, ezekre a jelenetekre. Olyan is van, hogy készülnek riportok ilyen háttérképekkel, vágóképekkel, mozgóképekkel, ilyenek is találhatók. Tehát, hogy be lehet nézni, kukkantani egy-egy ilyen kávéházba, javaslom neked is. A témákat illetően mindig előre kitalált témák vannak. Tehát nem volt még 153 policecafé volt eddig az országban. Holnap után lesz a 154. Nem volt még olyan kafé, ahol csak úgy oda mentünk, és így spontán leültünk, és akkor na majd valamiről beszélgetünk. Nem, ezek nagyon tudatosan előkészített, jól megszervezett, célzott közönséget meghívó, megszólító, és felkészített témagazdákkal és moderátorral működő alkalmak. Éppen ezért a témákat előre kitaláljuk, de nem én, vagy egy valaki, már a megszervezése is egy közösségi alkalom, és az egésznek a folyamata is egy közösségi alkotótechnika. Egyébként ez a műfajnak a neve a World Caféból származik, 1995 Juanita Brown szervezetfejlesztési céllal hozza létre ezt a World Café nevű műfajt, és azt képeztük mi le 2014-ben Police Café-vá Magyarországon, kifejezetten a biztonság témakörében. Na, de a biztonság az nagy téma, alá kell bontani. Szóval előre kitalált témák, és mondjuk, hogyha a standard az 4 asztal, ebben a Roma Police Café-ban is 4 téma volt, és nem mindig mindenhol ugyanaz, ez nagyon fontos, hanem mindig mindenhol éppen az, ami az adott lokalitásra, közösségre érvényes problémafelvetés, és többnyire problémafelvetésekről van szó, tehát nem egyszerűen csak összejövünk úgy beszélgetni, hanem valami probléma hever az asztalon. És akkor ez a 4 téma egymással összefügg, és úgy vannak lebontva, hogy a végén, amikor mind a 4 asztaltársaság mind a 4 témát végigbeszélte, akkor mint egy ilyen puzzle, lesz csak így összeáll a fejükben, hogy ja, hogy egyébként nem tudom én Komárom biztonságáról volt szó. Aha, és az áll közlekedésből, áll, nem tudom én, utcai bűnözésből, áll, nem tudom, gyermekvédelemből, és hagyd ne soroljam. És akkor lehet, hogy az a 4 fókusz téma került ott terítékre, ami éppen akkor aktuálisan őket foglalkoztatja. És ez nagyon fontos, hogy az a közösség találja ki a témákat, aki a kávéházat szervezi, ez többnyire a rendőrség szokott lenni eddig. De ez sem kivétel nélkül való. Tehát akkor úgy tudom elképzelni, hogy egy ilyen asztal téma, ha Komáromban vagyunk, akkor az a problémafelvetés, hogy mi van Komárom utca biztonságával, és akkor ott arról tudnád beszélgetni, igen, akár, igen, például. De lehetünk Kiskunhalason is, és azért legyünk Kiskunhalason, most megint egy picit előre ugrottam szándékosan, mert hogy Kiskunhalasnak nagyon nagy jelentősége van a Roma Police Café születése okán, és hogyha mondjuk Kiskunhalason vagyunk, akkor ott például a legelső kafé, amit Bács megyében rendeztek, 2016 májusában valahogy, az Kiskunhalason volt, és ott például az volt a fő cél, eléggé önzőnek tűnik, hogy az ott újonnan hivatalba lépő kapitány, az megismertesse önmagát és a kollégáit a városnak azokkal a szakembereivel, akiknek ugyanúgy közük van a közbiztonsághoz, mint neki. És egy ilyen összehozó, ismerkedő alkalom volt, és ott is megvoltak azok a témák, és ott például a migráció kellős közepén voltunk, és hát ugye Kiskunhalas, és ott a határ az eléggé adta magát. Ott például a migráció egy külön asztal téma volt, mindenki így recegett tőle, hogy úristen, ezt most akkor felmerjük-e vetni. Mindenféle konfliktus nélkül, nem vidáman és jól, tehát hogy vidáman beszélgettek róla, ezt úgy értem, hogy normális hangvétellel, probléma megoldó üzemmódban. Tehát ott akkor az probléma volt. Ma már nem biztos, hogy ez adekvát téma lenne, akár Halason, vagy bárhol. Bár van, ahol igen. Igen. De jól értem, például egy ilyen témánál is, vagy ahhoz, hogy
hogy normális hangvételben, ahogy mondtad, szemtől szembe tudjanak jól beszélgetni egy asztalnál az emberek, azért nagyon fontos az, hogy megjelenjen a bizalom és az őszinteség. Uh-huh. Hogy én ebből azt gondolom, hogyha lehet vitázni, de nem lesz belőle konfliktus, akkor uh-huh. ez mind a kettő megvan. Hogy ki lehet mondani, tehát hogy ezek elég nyílt beszélgetések igen. lehetnek, hogyha jól értem, de helye van annak, hogy egy másik embernek akkor más a véleménye erről. Igen, nagyon nyílt és nagyon kimondós párbeszédek ezek, problémafelvállalósok. Tehát akik a kaféba eljönnek, eleve azzal a bizalommal jönnek, hogy meghívta őket a szervező, tehát valamiért gondolják róla, hogy ő szakértő, hogy ő érintett, hogy ő hozzáállása olyan, ami használható, régi ismerettség, vagy éppen újonnan akarnak valakivel kapcsolatot tenni. Tehát ez már ad egy bizalmat. A rendőrség nem biztos, hogy mindig arról híres, hogy bíznak benne az állampolgárok. Tehát azért ezt tegyük hozzá, azért neki nagyon sokat kell dolgozni. Ez egy jó fórum, ahol meg tudja mutatni, hogy ő méltó és érdemes a bizalomra. Tehát jól él vele. És ha már ott vannak, akkor az imént már említett párbeszédnek ez a folyamata, az a hangulat, az még azokat is hamar átlendíti, akik egyébként eredetileg nem túl bizalomteliek. Uh-huh. És akkor ez egy nagyon jó termőtalaja annak, hogy valóban meg lehessen beszélni dolgokat. Említetted az elindulást, a módszer mögötti hátteret, így a szervezetfejlesztésben, de miért lett Roma Police Café, miért nem csak Police Café, hogy ebben mi akár neked a személyes indítatásod, így személyes vagy szakmai oldalon, igen. vagy akár magánéletileg is, nagyon kíváncsi leszek, mert lehetett volna csak Police Café is. A Police Café az maga a műfaj, tehát az egy általános név, és azért Police, mert a rendőrség kezdeményezi egyrészt, Magyarországon, nincs a világon máshol egyébként, ez elég büszkeség, hogy unikálisak vagyunk, bár szeretném, hogy majd legyen, mondjuk 10 év múlva remélem, hogy lesz külföldön is, és nekem ez személyesen nagy örömöm és büszkeségem, hogy ez az egész országot bejárta. Tehát kisebb sorozatok voltak már, most ugye Zugló, ez még Zuglóhoz tartozik? Ez a rész? Vagy igen. Még éppen a határán vagyunk, na itt például volt egy 8 részes sorozat 2017-ben, minden körzetben, voltak, nem tudom, 21, azt hiszem 21 volt Józsefvárosban, az több éven áthúzódott, ez az uglói, ez 2,5 hónap alatt ment le. Volt már egész megyére kiterjedő, Bács-Kiskun megyében, Komárom-Esztergom megyében, Baranya megyében, mind a 10 járást bejártuk ezzel a módszerrel. Tehát, hogy ilyen léptékű sorozatok már voltak, de hogy ilyen rövid idő alatt 2 hónap, 2023. október 1 és november 30 között, 21, Police Café, Roma Police Café, az egész országban. Hogy mondjam, én nem vagyok a mennyiségeknek a híve, nem önmagában az attól jó valami, vagy rossz, hogy sok vagy kevés, hanem hogy milyen minősége van, de azért ez így önmagában is beszédes szám. És pont egy ilyen nehéz kérdés kapcsán, azt gondolom, hogy ez országos hírértékű is lehetett volna, ha lehetett volna, de nem lett. Akár azt mondjuk, hogy a roma cigány közösségek párbeszéde a rendőrökkel például, akkor ebben az esetben romákról, cigány közösségekről hogy beszélünk, mint egy etnikai csoport, vagy mint társadalmi helyzet, pozíció, és ezt hogy látják akár a résztvevői a Police Café-nak, hogy a Roma Police Café-nak, hogy ez hogy jelenik meg, és te mit gondolsz erről? Én nekem leginkább kulturális csoport, szokás, összetartozás. Van közös ügyünk, van közös felületünk, közös életünk, közös szokásaink, érintkezési pontjaink. Én nem szeretnék címkézni. Sem etnikailag, sem származásilag, sem... Tehát én nekem az volna jó, hogy ember vagy, oké, kész. Fiú, lány, oké. Vannak dolgok, amiben az se fontos. Az, hogy honnan jöttünk, az nekünk fontos, mert ahhoz képest definiáljuk magunkat, és nagyon komolyan tapasztalom, hogy rettenetesen sok meghatározottságunk van, amelyeknek a nagy része vagy korlát, vagy előny. Tehát nem lehet nem foglalkozni az, hogy honnan jöttem, de egy bizonyos pontig. És akkor azt megtudom, helyre teszem, vagyok valaki, aki vagyok, most sokkal izgalmasabb, hogy merre megyünk.
És hogy ez lehetne együtt is megtenni ezt az utat, mert úgy valamiért hiszek abba, hogy úgy egyszerűbb. Kérdezted az előbb a témákat. Na, ennek a sorozatnak állandó 4 témája volt, tehát minden megyében ugyanaz a 4 téma. Az egyik az úgy volt más, hogy minden megyének a rájellemző kriminológiai sajátosságai, tehát az konkrétan az volt fókuszban, hogy a cigány közösség tagjai hogyan, miként kerülhetnek akár áldozati, akár elkövetői szerepbe, és ennek ott adott lokalitásban milyen szociológiai, milyen, nem tudom, ilyen társadalmi, gazdasági, bármi körülményei vannak, amelyek ezt mondjuk nehezítik, vagy éppen segítik. És így a tapasztalataid szerint, vagy a Roman Police Café tapasztalatai szerint van-e olyan, hogy a cigányok így kommunikálnak, a nem romák pedig így, van-e különbség, vagy van-e jellegzetességek, akár olyan, amit tanítasz, vagy lehet tanítani? Én nem tanítom ezt, mert nem értek hozzá. Én szerintem van különbség, és ezt nem kell szégyelni, vagy nem kell azt gondolni, hogy az rossz a különbség. A különbség azt szerintem természetes és emberi. Az a kérdés, hogy ezt észleljük-e, hogy ebből aztán a sokféleségre való rácsodálkozás öröme és gyönyörre származik, vagy pedig konfliktus lesz belőle. Mert hogy annyira különböző, hogy nem értünk egymással szót. Én a sokféleség pártján volnék, de hogy mint tanár, ez a hitvallásom, hogy ahhoz meg kell ismerni a másikat, hogy én valamit gondoljak róla, és össze kéne nézni a sajátommal, hogy azok mennyire kompatibilisek egymással, és a másik, a mániám, ezt akik ismernek, tudják, hogy azt kéne keresni, ami összeköt és hasonló, és közelíteni azt, ami nem annyira, és nem állandóan azon rugózni, hogy mi más. Hát, és hogyha van közös nevező, akkor megörüljünk neki. És biztos vagyok benne, hogy minden kulturális különbség ellenére sokkal több az emberek között a hasonlóság, mint a különbség. És ezt abból a meggyőződésből mondom, ami a Roma Police Caféknak az egyik témája volt, hogy cigány hétköznapok. És ott, tehát öröm volt ránézni és hallgatni azt a rácsodálkozást, amivel mondjuk a rendőr témagazda végigjárta a 30 fős társaságot 4 asztal nyomán, és a végén ömlött belőle a szó, hogy ő nem is tudta ezt, meg ezt, meg ezt, és mennyit tanult, és kiderült, hogy egyébként ugyancsak a gyerekei a legfontosabbak, szeret jókat enni, szeret szórakozni, mit tudom én, és kiderült, hogy jé, hát, hogy semmiben nem különbözünk, csak egy kicsit másképp főzzük a pörköltet, most mondtam valamit. Tehát én nagyon jó terepnek tartom ezeket az alkalmakat arra, hogy ember emberrel beszélgessen. Uh-huh. És ennek az egyik része az is, hogy és egyébként hogy élünk egymással, hogy bánunk egymással. Ha csak így hozhatom, Jézus korában is megvoltak a különbségek, de mégis leültek vele egy asztalhoz enni nagyon sokféle ember. És hogy mondtad, hogy igenis akkor van, vagy lehet különbség a romák és nem romák kommunikációja között, és így a kommunikáción belül megjelenik a konfliktus kezelés, hogy ki hogyan kezel egy konfliktust, és nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor, akár hogyha így a szolgálatunkban iskolákkal vagy tanárokkal beszélgetünk, vagy egészségügyi dolgozókkal, akkor megjelenik, hát igen, mert a cigányok, hogyha bajuk van, akkor ide jönnek és kiabálnak, vagy addig mennek, amíg nem oldódik meg a probléma, és hát ezzel biztos a rendőrök is nagyon sokszor szembenéznek. Erről lehet több olvasat is, hogy ez mennyire része a roma kultúrának, vagy ez olyan kisebbségi kulturális specialitások, ami a túlélésnek az eszközei voltak, és ez nem biztos, hogy csak a roma közösségekben jelenik meg. De erről mit gondolsz? Van ilyen külön kisebbségi konfliktus kezelési technika, ami akár erőforrása lehet a romáknak, vagy mit tudnak kezdeni, vagy milyen ilyen témák jönnek fel, amikor az a probléma, hogy mert a cigányok hangosak, jönnek az előítéletek, hogy ők csak kiabálva tudnak konfliktust kezelni, vagy... Hadd mondjak egy másik példát. Látszólag most távolodok a kérdéstől, de valójában arra akarok példát mondani, hogy nem kell ahhoz cigánynak lenni, vagy más etnikumúnak, vagy nemzetiségűnek, vagy kultúrájúnak. Az én egyik testvérem, én Pest megyében születtem, vagy mi, és ő elment Borsodba, oda házasodott, és egészen kicsi gyerek voltam, mert nagy különbség van köztünk, és egészen kicsi gyerek voltam, amikor elkezdtem oda járni, és aztán ott nyaraltam. Egyszerűen az asztalnál, a hétköznapi életben mérhetően, decibelben mérhetően hangosabban beszélnek.
Benne az én bátyám egyébként még szűkszavú is, vagy ilyen halkszavú, tehát nagyon nagy az amplitúdó különbség a felesége családja kommunikációs szokása és a milyen között. És akkor az ember először az hiszi, hogy veszekednek. Nem, hangosan beszélnek. Nézd meg egy olasz családot, vagy egy délszaki családot, hogy hogy étkezik, és nézd meg egy skandinávot. Más az életmód, más az éghajlat, más a vérmérséklet, a temperamentum. Tehát, hogy ezek szokások, életmódok. Az, hogy ha a rendőr nem ilyen kultúrából vagy szocializációból származva, belekerül egy ilyenbe, és nem szokja meg, nem érti meg, hogy ez azért más, mert mások a szokások, akkor bajban lesz, mert nem tud vele mit kezdeni. De ha erre mondjuk már az iskolapadban elkezdenénk felhívni a figyelmét, hogyha többet vegyülne különböző társadalmi rétegekkel, kultúrákkal, szokásokat ismerne meg, akkor egy idő után ez a rácsodálkozás és ez a meghökkenés, ez oldódna, és azt mondja, jó, és akkor elkezdene a stílus, meg a szóhasználat, vagy a hangerő mögé nézni, és azt keresni, hogy egyébként van-e ott probléma. Vagy csak az van, hogy más hangerővel beszélünk. És sokszor azt találjuk, hogy csak a felszínen van igazán különbség, de hogy a lényegben nem. Tehát, hogy ezt a lényeglátást, a konfliktus helyzeteknek az okainak a kutatását lehet tanulni. Hogy az vagy nem az, hogy pillanatnyi, hogy ha én közbeavatkozok, akkor például óhatatlanul elő szokott fordulni, hogy ellenem fordulnak, és hirtelen ki is békülnek, és akkor tulajdonképpen a rendőr oda ment, már nincs is probléma, mert elkezdik őt szidalmazni. Tehát tulajdonképpen békességre jutott a két fél. Mondom ezt most nevetve és vidáman, de persze ezek azért nem ilyen jelenetek. De nagyon sokat számít az, hogy az oda menő rendőrnek a kommunikációs repertoárjában mennyiféle konfliktuskezelési technika van. Csak egy, és az mondjuk a hatalomból való lenéző, és nem tudom én, felszólító módú hangos kiabálás, vagy pedig meg tud hallgatni, tud kérdéseket feltenni, tud értően odafigyelni, tud taktikázni. Szóval, és hát persze, ezeket nagyon, nagyon jó volna megtanulni már a képzésben, de hát aztán a gyakorlat során szerencsére sokan szert tesznek ilyen konfliktuskezelési repertoárra. És aztán utána megjelennek egy Police Cafén, és talán ott is fejlődhetnek még, vagy ott megmutathatják azt, hogy mert bennünk cigányokban is van nagyon sok előítélet a rendőrök felé. Olyan. És hogy akár egy ilyen roman Police Café annak is a lehetősége, hogy találkozok egy olyan rendőrrel, aki nem úgy kommunikál, mint ami az én előítéletemnek megfelel, hanem partnerként tudunk beszélgetni. Erre csak egyet hagyd mondjak, hogy amikor a rendőröknek az előítéletességről tanítunk ezt a szamaszt, akkor ugye mindig feljönnek a klasszikus népcsoportok, kultúrák, stb., akik ellen előítéletes. Oké, és mi van a ti érzelmeitekkel akkor, hogyha veletek előítéletesek? Na hát az olyan. Oké, akkor éld bele magad empatikusan, hogyha te neked rossz, hogy veled előítéletesek, mert a kollégád elrontotta a renomét, és bezzeg te nem vagy olyan, mint amilyet rád fröcsögnek, hogy ilyen olyan amolyan rendőr vagy, akkor gondold már el, hogy akikkel szemben te előítéletes vagy, azok között is kikérheti magának joggal, aki nem olyan. Tehát, hogy akkor hagyjuk már abba ezt a játékot, és nézzük meg a konkrét helyzetet, konkrét embert, konkrét jelenséget, a konkrét problémát, és akkor talán előrébb jutunk. De hát ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Nehéz, de hogy milyen nagy reménység az így pont most a mai napon, így április 8-án, amikor itt beszélgetünk a Roma Kultúra Világnapján, hogy ez egy nagy reménység, hogy nem csak az előítéleteinkkel tudunk mind a két oldalon, vagy velük dolgozni, hanem a Roma Police Café nekem tényleg egy olyan reménység, hogy mit jelent egymást megismerni, és ez a nap erről is szól, hogy megismerni önmagunkat, a másikat, és hogy ez milyen jó lehetőség erre, és tényleg példaértékű, nem csak a rendőröknek, vagy a településeknek, hanem akár nekünk, mint egyház is, és olyan jó, hogy említetted, hogy lesz folytatás. De így záró kérdésként az a kérdésem, hogy mit gondolsz, hogyan lehetne ebbe bevonni akár minket, egyházat, egyházakat, intézményeket, oktatási intézményeket, vagy egészségügyi intézményeket, hogy hogyan lehetünk ennek így mi is a részesei? Aki ilyet akar, annak egy lehetőség, egy műfaj, egy technika erre a World Café, ha biztonságról akar beszélgetni,
akkor a Police Café, és egyébként meg nevezze el úgy, ahogyan akarja. Lehet ez, nem tudom én, református café, vagy református roma café, teljesen mindegy. A lényeg az mindig az, hogy azzal a technikával dolgozzon, ha a café nevet használja. Tehát, hogy asztalok, témák, témagazdák, felkészültség. És a kávé. És a kávé. Köszönjük is, és én azt gondolom, hogy említett, hogy ez a sokféle ember, aki leülhetett egy asztalhoz beszélni, és ezek közül nagyon sok a gondolatomban tényleg olyan ember, aki nem ült le volna. Biztos egyébként. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy elindítottad ezt többet magaddal, és hogy ezt a példát, ezt a motivációt, ezt a módszert elhoztad nekünk és a hallgatóknak is, hiszen tényleg ez a szerepünk. Azt gondolom, hogy összehozzunk embereket, akik megtanulnak beszélgetni, akik megismerik egymást, és nekem így a mai roma napon is ez a tanulság, és ezt köszönöm neked, hogy kell ezt úgy folytatni, hogy tényleg ez legyen a cél, hogy megismerjük egymást, és hogy tanuljunk meg újra beszélgetni, és köszönjük ezt neked, köszönjük a köszönöm munkádat. Köszönöm, csak a tisztesség kedvéért, és mondod ezt az összehoznit, hogy említettem, hogy három olyan játszótárs volt, akik ebben, tehát hogy nem az enyém az érdem egyedül, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. Az egyikük Olá Paulon László, aki a Országos Rendőrfőkapitányság bűnmegőrzési osztályát vezeti, és ő volt a másik szellemi megalkotója, már mint a folyamatnak, az egésznek, meg hogy egyáltalán a rendőrség ezt felvállalta. És akit viszont muszáj megemlítenem, Szűz Csaba, ha már kiskunhalas, nyilván ismered. Igen. És ő volt az, aki a 2018-as, az egyébként Mikulás napján volt az első roma Police Café az országban, Halason, és ott a Szűz Csaba már szerintem dédelgette az ötletet, de igazán a Vaslóczky Ferenc rendőrezredes, aki Bács megyében most rendészeti főkapitány helyettes, aki akkor Kiskunhalas kapitánya volt, és ők bandáztak össze először, hogy ebben a kérdésben le kéne ültetni a közösséget, és leültették másodszor is, akkor már megyei szinten. Tehát, hogy így épült egymásra ez a folyamat, és csak hogy ez az összekötés végképp világos legyen, hogy a tanárnő büszke arra két tanítványára, akiknek a nevét említette, tehát a Vaslóczky Feri és az Olá Paulon Laci is, rendőrtanítványok mindkettő. Tehát, hogy az ember nem kell semmit csináljon, csak összekapcsoljon olyanokat, akik aztán viszik tovább a dolgot. Úgyhogy ez végtelen boldogság nekem, ez külön. Igen, és nem kell más tenni csak, de mégis ez milyen nagy dolog. Nagy dolog, hogy tehetjük, nagy dolog, hogy teszed, és motivál is minket is, és reméljük a hallgatókat is, hogy egy-egy ember, akinek vágya lesz az, hogy leüljenek mások beszélgetni, az milyen nagy eredményt érhet el, hát most már lassan akkor 154. Police Café szerveződik. Igen, és 10 éves. Fogjuk ünnepelni június 3-án. Péter. Köszönjük szépen, jó ünneplést, köszönjük, hogy itt voltál. A mai vendégünk dr. Molnár Katalin volt, a Roma Police Caféról is beszélgettünk többek között, köszönjük a hallgatóknak, és így ma a Roma napon üzenjük a hallgatóknak, hogy beszélgessünk egymással, és ha lehet, szervezzünk nem police, de akár református kafét is. Köszönjük szépen, áldás békesség!